Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy látszik, nem jó még a mikrofon. No hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az lenne a tiszteletteljes kérésem. Nem jöttek meg, úgyhogy ülj le. Az a helyzet, hogyha nem hallgattok el, akkor két tennivalóm lehetséges. Az egyik, hogy bemegyek oda és fölcsavarom eszetlen módon a hangerőt, a másik meg, hogy elkezdek vicceket mesélni, ezt ne kívánjátok. Tehát ez a büntetés. Jó? Tehát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Műegyetem Fizika Intézetében, a tanévkezdő, gatyábarázó fizika órán. Annyit szeretnék elmondani, technikai információk. Itt hátul, itt fülhallgatóban és egyéb felszerelésekkel Teplicki Istvánt látjátok, a Galileo Webcast internetes portálnak a működtetőjét. Most élőben fogjuk látni az előadást, tehát aki interneten akar követni minket, az meg tudja nézni. Akik pedig itt vannak és esetleg nem emlékeznének valamilyen jóra, a Galileo Webcastnak van egy archívuma is. Jól mondom, Tepi? GalileoWebcast.hu, szerintem bonyolult a címe. És annyit szeretnék az egészhez hozzátenni, hogy érezzétek jól magatokat. Az előadáson többfajta ötletem volt, hogy hogyan tartsam meg az előadást. Az egyik lehetőség az, hogy megmutatok kísérletet és kevés magyarázatot mondok hozzá. A másik lehetőség az, hogy kevés kísérletet magyarázok el, de azt viszont jól. Még nem tudom, melyiket fogom követni. Azt viszont tudom mondani, hogy általában a fizika tanárokhoz évközben is lehet fordulni, tehát ha itt láttatok valamit és nem értitek, akkor bátran kérdezzetek a tanáratoktól, ahogy a reklámod mondja, hogy kérdezze meg kezelőorvosát és fizika tanárát. Úgyhogy ez lesz, amit tudok javasolni. Kezdjünk neki. Én azt gondolom, kezdjünk neki. A kísérletek közül az elsőhöz egy kicsivel hosszabb időre van szükség. A főszereplő, ez a két üveghenger lesz. A két üveghengerből az egyiket, mind a kettőben az elébe öntöttem csapvizet, mind a kettőből egyformán ebből a csapból öntöttem vizet, és az egyiket meg fogjuk sózni, mégpedig teszünk bele bátran, ígyni, és hogy el is keveredjék a só, ezért megtehetjük azt, hogy segítünk a keveredésbe, oldódásba, és utána pedig én fogom, kiszaladok és hozok be jégkockát, mert a kísérlethez jégkockára is szükség van. Nem akármilyen jégkockát hozok, meg van színezve. Pontosan azért, hogy lássuk azt, amit én szeretnék megmutatni nektek. Ugye mindenki tudja, hogy mit lát maga előtt két üveghenger, az egyikben csapvíz, a másikban pedig sós víz található. És azt fogom tenni, hogy ezeket a megfestett jégkockákból kettőt-kettőt vagy hármat-hármat bele fogok tenni ebbe a két üveghengerbe. És ti megpróbáljátok előre kitalálni, hogy melyikben fog elolvadni a jég hamarabb. Az egyikben, még egyszer mondom, édesvíz van, a másikban pedig sós víz. És hát akkor nézzük meg. Többen javasolták, hogy ne piros színű kockákat csináljak, mert a piros színű kockáknak igen fognak ezek a kockák. Éppen ezért, amikor a kísérletet elindítom, akkor a kezemet össze szokta fogni a kocka, és akkor úgy szoktam kinézni, mintha disznóülésről jöttem volna, de minden esetre úgy is van. A kísérletet elindítottuk, és akkor az a kérdés, hogy melyik fog elolvadni gyorsabban, és miért. Ugye,
Tulajdonképpen erről beszéltem idáig, erről a piros foltról. Egy nagyon erős festéket tettem bele, engedélyezett élelmiszer festék. Utána néztem, hogy miből van, mert azt olvastam sokan, hogy ezek az E-jelűek, ezek veszélyesek. Na hát ez egy kőszénkátrány párolat, és ez a kőszénkátrány párolatnak van ilyen szép színe. Oda van írva, hogy 14 éves kor alatt ne nagyon adjunk a gyerekeknek, úgyhogy akkor ezt csak azért mondom, aki 14 éves alatt van, az ne ígyjon bele az előadás végén. A kísérlet az ennyi idő alatt, igazából ugye nekem egy picit kellett magyaráznom ahhoz, hogy elkezdődjék a jelenség, és akkor azt lehet látni, hogy itt van a két edény, az egyikben sós víz van, nektek jobb oldalon, a másikban pedig édes víz, az nektek a bal oldalon. Azt lehet látni, hogy a sós vízben a víz idáig oldódott, és innentől fogva sokkal mélyebbre nem fog menni. Az édes vízben pedig már teljes egészében meg van festve, és ennek nagyon érdekes magyarázata van. A kísérlet két dolgot kell, a hőközvet, tehát a hőcsere az egyik folyamat. Ugye minél intenzívebb lehet a hőcsere, annál gyorsabban fog elolvadni a jégkocka. Hogy mitől lesz intenzív a hőcsere, azt viszont ez a festék mutatja meg nekünk. Ez a kocka, amely erősen pirosra van megfestve, elolvad a jég, jégből a víz, és ez a piros víz ez ebben az edényben egészen le tud menni az aljáig, és utána a helyére pedig az innen az aljáról érkező meleg víz fog jönni, tehát kialakul egy konvekció, egy áramlás, és ez az áramlás azért lehetséges, mert a jégből elolvadt víz az sűrűbb lesz, mint a meleg víz, ezért lemegy az aljára, és folyamatosan a cserének, a hőcserének egy nagyon intenzív dolgát figyelhetjük meg. Ez a másik, ez itt azt kell tenni, hogy amikor belekevertem a sót, akkor a sóval együtt a sűrűségét megnöveltem a víznek, ezért a jégből megolvadt víz az hígabb lesz, ezért ott fölül marad. Nem tudom, mennyire világos ez a dolog. A lényege a dolgoknak az, hogy az egyik esetben ki tud alakulni egy konvekció, és teljes egészében egyenletes lesz majd a kísérlet végén a hőmérséklet. Amikor ezt majd megnézzük, csak a teteje lesz az, amelyik lehűl. Úgy is mondhatnánk, hogy a jégkocka a saját maga olvadékából levő pocsolyával van körbevéve. A másik esetben pedig ez a folyadék azonnal elsüllyed és lemegy az aljára. Meg lehet tenni a kérdést, hogy és na, miért jó ez, ha tudjuk. Ugye, tehát a fizikában ez mindig egy kardinális kérdés, hogy a motiváció az olyan legyen, hogy. Hát ugye a melegedés és az egyéb ilyen klímakatasztrófáknak a híreit az ember olvasgatja, akkor olvasgathat sok mindent. Nemrég olvastam, hogy egy Pest megye nagyságú jégtábla szakadt le a déli sarkról, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Ugye azt tudja mindenki, hogy ezek a jégtáblák, ezek édes vízből vannak, ha megolvasztjuk, akkor iható, nagyon kellemes vizet tudunk belőle csinálni. Éppen ezért ezeket a jégtáblákat ennek a jelenségnek a következtében el lehet vontatni, és az Egyesült Arab Emirátusokban szokták ezeket elvontatni bazi nagy hajókkal, és ott csinálnak belőle édes vizet. Tehát tulajdonképpen ennek a jelenségnek az ismerete, tehát az a lényege, hogy ha édes vízből lenne a tenger, akkor nem lehetne elvinni a jeget olyan távolságra, így viszont a saját olvadéka nem engedi tovább hűlni. Azt érdemes megnézni, hogy itt a jégkocka már csak egy töredéke van meg, ez még itt teljes egészében megvan. Ha jól megfigyelitek, van egy rész, ami egy picit sem keveredett vízzel van, egy egészen kis keveredés, egy viszonylag nagy és egy nagyon sűrű rész. Talán, hogyha de mögé teszek egy... Van egy fehér papírod véletlenül? Nem kell kitépni, átmenetileg csak ide mögé tesszük, hogy talán jobban lehet látni, ha mögé teszünk egy fehér papírt. És akkor szerintem jól látszik, hogy itt egy nagyon sűrű folyadék van, itt egy kicsit hígabb, itt pedig egész híg, itt pedig egyáltalán nincs. Ezt a másikat, ha megnézitek, akkor az teljes egészében homogén, tehát a keveredés nyomait tudjuk... Köszönöm szépen. A keveredés nyomait tudjuk jól megfigyelni. Nem tudom, mennyire világos a dolog. Ha nem világos, akkor próbáltok meg otthon megcsinálni, mi kell hozzá, jégkocka. Nem muszáj megfesteni, de a megfestés az láthatóvá teszi magát a jelenséget.
Ezt én ide félreteszem, és aztán, ha van kedvünk, akkor még többször visszatérhetünk ehhez a kísérlethez. A következő kísérlet, amit szeretnék megmutatni, az egy kicsit elütettől. Maga az eszköz, amit szeretnék megmutatni, egy nagyon egyszerű eszköz, és éppen ezért már az 1820-as években ehhez hasonlót próbáltak vizsgálni. Nem is akárki, François Arago volt az, aki ezt az eszközt elsőként megnézte. Azt vette észre, hogy egy iránytűt, hogyha a nyugalmi hely, ez egy erős rúdmágnes, amely a Föld mágneses terében észak-déli irányba áll be. Abba az irányba van észak. Még itt azt azért megragadnám, hogy amikor építették ezt az épületet 1906-ban, úgy építették, hogy a fizika tanításához megpróbáltak minél jobban alkalmazkodni, úgyhogy a falak azok, ez az észak-déli irány, az pedig a kelet-nyugat irány, egy fokon belül van, ennek köszönhető, hogy a Budafokút is pont észak-déli irányú, tehát igazából amit szeretnék elmondani, hogy ha kitérítjük ezt a mágnest ebből az állapotából, és magára hagyjuk, én egy damírra függesztettem föl, akkor szerintem jól lehet látni, hogy szép lengéseket végez. Ugye ezek a lengések, hogyha majd lecsillapodnak, akkor pontosan észak-déli irányba fog beállni. No, hát Arago is ezzel kísérletezett, ilyen lengő iránytűkkel, és azt vette észre, hogy ha az iránytű alá elhelyez egy alumínium lemezt, látjátok, ez egy alumínium lemez, akkor ez a lengése lényegesen gyorsabban megcsillapszik. Azt is nézegette, hogy milyen szerepe van az iránytűnek, az iránytű alá tett alumínium lemeznek, és akkor azt találta ki Arago, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt a lemezt egy kicsit közelebb tennénk. Ugye látszik, hogy a lemezt egy kicsit közelebb teszem, ugyancsak kitérítjük az iránytűt. Hát ugye jelenleg ez egy rúdmágnes, de nagyon jól működik, és akkor lényegesen lassabb lesz ez a lengés, illetve hát egyetlen egy lengés sem alakul ki, úgy is mondhatnánk, hogy már túlcsillapított lengésről beszélünk. Abban az esetben, hogyha egy másik fajta fémet néz az ember, amelyik az alumíniumnál jobb vezető, ez egy szép nagy résztábla, akkor hát ezzel még tovább lehet fokozni a dolgokat. Figyeljétek meg, elfordítom, és ez lényegesen lassabban fog megcsillapodni. Tehát lényegesen lassabban fogja beállni a megfelelő irányba. És aztán Arago tovább kísérletezett, mert mondta, hogy olyan izgalmas. Azért azt tegyük hozzá, hogy Faraday még ekkor, 1823-ban nem fedezte föl az indukciótörvényt, azért kicsit később kellett. Tehát ez az indukciótörvény fölfedezése előtti kísérletek közül az egyik. És akkor Arago azt mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha kezdenénk mozgatni ezt a rézlemezt, és figyeljétek meg, hogyha így elmozgatom, akkor ez a rézlemez, ez nagyon markánsan rántja magával ezt a mágnest, vagy az úgy tetszik az iránytűt, és ha megnézitek, akkor a rézlemez és az iránytű között, vagy hát tehát a rézlemez és a mágnes között nincs, tehát hogyha itt áthúzom ezt a rongydarabot, akkor szerintem jól lehet látni, nem ér össze. Tehát most ez a bűvészekhez hasonlóan, hogy a karddal alatta fölött elkaszálunk, tehát csak kardot, tudjátok, miért nem lehet használni, mert az mágneshezhető legtöbb esetben. Tehát amennyire hézagos ismereteim terjednek, a legtöbb kard a szerromágneses, tehát akkor az ide föltapadt volna. Azt hiszem, hogy ez a kísérlet önmagában izgalmas. Arago elmenvezte ezt a, tehát Arago-féle örvényeknek nevezték el. Oké, jó. És akkor hát megnézhetjük, hogy mit tudunk még erről a jelenségről elmondani. A következő kísérlet, az már egy kicsit tovább ugrunk ebben a jelenségkörben, és akkor elköszönünk a mágnestől és a rézlemeztől, és egy erős
rúdmágnest fogunk használni, valamint két darab alumínium karikát. Az alumínium karikát úgy függesztem föl, hogy hát ahogy a szakirodalom mondja, bifiláris fölfüggesztésnek hívják. Magától a szótól nem kell megijedni, ennek az a lényeg, hogy két madzagon akasztjuk föl, ennek eredményeként ezek így tudnak lengeni ebbe az irányba, erre merőlegesen pedig nem. Tehát erre szinte alig tud lengeni, főleg, ha itt rendesen kiakasztjuk. No, tehát akkor itt van két alumínium gyűrű, itt van a rúdmágnes, és akkor a rúdmágnes és az alumínium között vajon milyen kölcsönhatás lesz. Ugye az előző kísérlet, akár tetszik, akár nem, már óvatosságra int, hiszen ott láttuk, hogy egy alumínium lemez és egy rúdmágnes már tudott kölcsönhatni. Itt is meg tudjuk mutatni, hogy közel teszem a rúdmágnest ezekhez az alumínium gyűrűköz, akkor semmi nincs. És ez nagyon izgalmas. Majd akkor lesz kölcsönhatás a kettő között, hogyha elkezdem a mágnes lengetni, mozgatni, és ennek eredményeként azt látjuk, hogy ez a mágnes ez lengeni fog. Az alumínium gyűrű. Van itt egy másik alumínium gyűrű, ugye az indukcióval kapcsolatos dolgokról beszélünk, most nem még a mágneses indukcióra, amikor bizonyítunk, vagy teljes indukció, vagy csak valami elféle. Ugye az a lényege, hogy föltetjük a kérdést, hogy vajon mitől kezdett el lengeni az alumínium karika. Hát ugye az egyik magyarázat, lehetséges magyarázat, ez már itt többször meg is vádoltak, hogy túl nagy a kezem, és hogy így elkezdem mozgatni, a légellenállás fogja lengésbe hozni. Ugye látom, hogy fölfogtad, hogy miről beszélek. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akkor ennek az alumínium karikának jobban kéne lengeni, hiszen nagyobb a felülete, és akkor nézzük meg, ez bizony megsel ebben. Ez a másik pedig fogja magát és azonnal válaszol. Nagyon egyszerű a magyarázat, a karikának ezen a ponton így föl van metszve, tehát azt hiszem mindenki jól láthatja, hogy akkor ez van a karika, az egyik az folytonos, a másik az pedig föl van itt szakítva. Ha most ezt az alumínium karikát elfordítom így, hogy most az oldalirányú lengését jobban lássuk, akkor a következőt lehet megnézni, és ezt fogjuk csinálni. Nézzük meg, hogy ha megmozgatom benne az alumínium karikát, milyen irányú mozgás jön létre. Ugye akkor, ha van kedvetek, vegyetek előtt papír ceruzát, és akkor kezdjetek jegyzetelni, mert hiszen gatyába rázásra meg kell szokni, hogy az órán a tanár mond valami érdekeset, akkor írjátok le. Tehát fogom az északi pólusát a mágnesünknek, tehát ugye az lesz tőlem távol, bedugom ebbe a gyűrűbe egyszer, hirtelen, és megnézzük, hogy a gyűrű merre felé fog elmozdulni. Bedugom, és azt hiszem jól látszik, hogy tőlem ellendült egy kicsit. Amikor kirántom, akkor pedig megint csak megmozdul, de most éppen én felé. Ha leírtátok volna, azt kellett volna leírni, hogy ebben az esetben, vagy abban az esetben, hogyha a kék északi pólusával dugjuk be, illetve húzzuk ki. Erről van. Most megfordítom, és akkor ezt is megnézzük, hogy mi a különbség. És akkor fogja az ember, bedugom, és ugyanaz történik, ha jól látjátok. Tehát semmi különbség nincs, akár az északi, akár a déli pólusával csináljuk. Ez azért van, mert ugye most már elkezdhetünk beszélni arról a jelenségről, az elektromágneses indukcióról, amikor a mágneses tér változik. A mágneses tér az létrehoz egy elektromos teret, és ez az elektromos térben, ha van vezető, akkor áram is fog folyni, és ennek az áramnak a mágneses tere hat kölcsön a mágnessel. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt jól megértettétek, én nem mennék ennél tovább, ha akarjátok, írhatok képletet, de szerintem tök felesleges. Hogy ebből egy kicsit tovább lépjünk, ezért azért hoztam én még ebbe a témakörbe egy kísérletet. A két főszereplő egy résztömb és egy mágnes. A résztömb és a mágnes. Az előbb már volt, de azért most egy kicsit többet szeretnék ezzel kapcsolatosan mutatni. Ez egy neodímium mágnes, körülbelül 70 mm az átmérő és 40 mm a magassága, tehát ez egy igen erős mágnes. Ha ebből a magasságból én így lejtem az asztalra, akkor mindenki hallja, hogy koppan egy szép nagyot. Meg lehet ismételni többször is. Ejtsük ugyanebből a magasságból a résztömbre ezt a mágnest, és amint látjátok,
ezzel nem történik különösebben semmi. Tehát akkor mutatom még egyszer, fogja az ember, és itt letesz, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy szép lassan cammogva érkezik le. Meg lehet mutatni azt is, hogy fogja az ember, és megbillenti ezt a mágnest, és egyszer csak a mágnes elindul lefelé, és ilyen szép lassan billen lefelé, azt hiszem ez szépen látszik. Ezt a mozdulatot is megcsináljuk itt, itt egy ilyen koppanást kéne látnunk. Ugye, ami ebben az egészben izgalmas, hogy azt látjuk, hogy a mágnes ahogy esik lefelé, képzeljük el ide a mágnesnek az erővonalait, ugye ebbe az irányba így hengerszimmetrikus ennek az erővonalak, amikor az ember ráteszi, belehatolnak ezek az erővonalak ebbe a résztömbbe. A résztömbben ott levő könnyen elmozdulni képes elektronokat elkezdi körpályára keríteni, ez egy áramot jelent, és az áram és a áram-mágneses hatása tulajdonképpen taszítani fogja ezt a mágnest. Ezt tapasztaljuk. Ugye, hogyha az ember megnézi a képletet, ami ide vonatkozik, akkor az úgy néz ki, hogy van egy negatív előjel a képletben, tehát az indukált áram az éppen a mínusz delta phi per delta t-vel lesz arányos, és hát tulajdonképpen, ami nagyon izgalmas, ez a negatív előjel, ez több dolgot megtanít minket, például azt is, hogyha egyre jobban és jobban szeretném közelíteni, annál jobban ellen fog állni. De az is megmutatható, hogyha fölcseréljük a szerepeket, ide teszem a mágnest, ráteszem a résztömböt, és a résztömböt hirtelen le akarom kapni, akkor is nagyon szépen mutatkozik ez a rész, tehát magyarul föl tudjuk vele emelni a mágnest, és azt hiszem, hogy megmutatom, hogy nem kentem be csirizzel, ugye te is látod, tehát nincs bekenve ragasztóval, nem a ragasztó tartja itt, hanem az indukálódott áram a változás ellen hat. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a Lenz törvényének egy kicsit közelebbi magyarázata. A kísérlet, amit következőben szeretnék megmutatni, egy olyan inga, ami félig meddig már alkalmazás is, amit mutatok, az egy szép nagy patkómágnes. Ugye ez a ferromágneses anyag, amit itt látunk, ez tartalmaz két darab szép nagy menetet, M60-as menet, és itt van egy két nagyon erős mágnes. A két mágnesnek a pólusaira még ilyen sűrítő pofákat tettünk, hát ez azt jelenti, hogy az eredeti felület negyedére sűríti le itt ezt a részt, itt ezen a részen, ami elképesztően erős mágneses tér van. Először azt szeretném megmutatni, hogy vannak ilyen ingáink. Ezeket az ingákat, ha föltesszük, akkor ezek mindegyike megmutatható, hogy szépen lengnek. Itt az egyik, itt a másik. Szépen látszik, hogy ez is leng. Háromfajta ingát fogok megmutatni. Az egyik inga, az teljesen tömör. A másik inga, amelyet most fogok mutatni, az ilyen fésűszerűen van fölvágva, tehát itt lehet látni, hogy be vannak fűrészelve részek. Mind a kettőt, hogyha meglengetjük, akkor látjuk, hogy a mágneses tér nélkül nagyon szépen lengenek. Úgy. Most annyit fog tenni, hogy ezeket lejjebb engedjük, hogy a pofákba ne érjen bele, ne érjen az a vád minket, hogy azért áll meg, mert hozzáért a mágneshez. Beleeresztjük ezeket a lemezeket, és akkor annyit kell tenni, hogy fogja az ember, megállítja, és az egyik az szinte azonnal megáll, míg a másik, az pedig viszonylag több lengés után fog megállni. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy ez a úgynevezett Waltenhofen-féle inga, amely ugye az örvényáramok, ha valaki esetleg jobban szeret angolul keresni, akkor eddy current név alatt keressétek, akkor ezek az örvényáramok lesznek azok, amelyek a fékezést produkálják. Amit érdemes megnézni, ugye itt van ez a teljesen tömör, tehát homogén lemezből kivágott inga, ez az, amelyik azonnal megáll. Ebben az az állításunk, hogy bőségesen tudnak örvények létrejönni, és ezek az örvények pillanatokon belül a mozgást megakadályozzák. Itt van egy másik inga, ugye ezt már mutattam, hogy föl van ebbe az irányba mecve,
nem nagy bemetszések, 3 milliméter vastag fűrészlappal fűrészeltük ki, és hát hogyha megnézzük, akkor ennek a lengése az nem túlzottan nagy. Viszont van egy másik ingánk, amiből jóval több hiányzik területre vagy térfogatra, viszont itt az alja össze van zárva. Tehát magyarul örvények itt is ki tudnak alakulni. Nézzük meg, hogy az örvények kialakulásának, illetve ezeknek hogy is van a... Pillanat, csak kicsit állítunk rajta. Jó. Így. Hogyha kitérítjük, szerintem nagyon szépen látszik, hogy az örvényáramok, amelyekben ki tudnak alakulni, azok azonnal megállnak, alig van különbség a teli és a kivágott lemez között, meg tudom mutatni még azt is. Tehát ez azt jelenti, hogy mintegy bizonyítékát adtuk annak, hogy az örvényáramok azok, amelyek felelősek ezért, tehát egy térbeli lehet látni, hogy alig van a kettő között különbség. Na jó, hát akkor ettől a kísérlettől elköszönünk, és akkor hoznék néhány elektrostatikus kísérletet. Az elektrostatika az az a kísérleti kör, ami hogy is mondjam, több tanárnak a nem kedvence, hogy is mondjam, a kevésbé szeretett része, mert sok esetben nem szokott sikerülni. A kísérleti eszközt, amit hozok, ezt tudják, hogy Wim Hurst-féle megosztógép. A Wim Hurst-féle megosztógép egy azért izgalmas, és azért hoztam, mert valamelyik évben írt egy gyerek, egy kisrác egy levelet, egy középiskolás, ilyen veletek korú gyerek, és mondta, hogy az iskolában van egy nagyon jó megosztógép, nagyon jól néz ki, de nem, az Úristennek sem akar működni. De akkor járjunk ennek utána. Amikor én ezt behoztam, akkor gondoltam, hogy meg is mutatom, hogy mit kell ebben csinálni, mert hát, hogyha egyszer jól jön ez nektek. Ez a megosztógép azt tudja, hogyha elkezdjük ezt a kart forgatni, akkor két lemez egymással szemben forog. Ez a két lemez arról is híres, hogy szigetelő anyagból van, és a szigetelő anyagra ilyen kis szeleteket, ilyen szektorokat ragasztottak, egymással szemben forognak, és akkor ennek eredményeként ezen a két levevő karon, meg ezen a másik kettő levevő karon föl tudunk tölteni két kondenzátort. Na most, amikor a Wim Hurst gép mondjuk egy ilyen hosszú tanév közötti szünetben sokáig egy helybe áll, akkor teljes egészében elveszti az elektrostatikus megosztottságát. És gyakorlatilag egy órán keresztül is tekergethetném, ebből biztosan nem lesz elektromos szikra. Ahhoz, hogy ezt megjavítsuk, semmi más nem kell, csak egy elektromosan feltöltött pálcát kell elhelyezni mellette. Tehát én ezt most megdörzsölöm, és ezzel az elektromosan megdörzsölt pálcával elhelyezem itt az egyik mellett, és rövid időn belül elindul a székre, és már működik. Tehát igazából ennyi a legnagyobb titka az elektrostatikus gépnek. Természetesen, hogyha ez megvan, akkor most már akár egy hét múlva is elő lehet venni, de az a lényeg, hogy kicsit nyissuk ki ezt a szerkezetet, és akkor mindenki fogja látni, hogy rövidesen fölgerjed, és szép nagy szikrákat is tudunk tenni, tehát most ezt már nem csak a közelülők látják és hallják. No, tehát akkor most már kísérletezhetünk is ezzel az elektrostatikus géppel. Szeretném megmutatni a csúcshatás nevű kísérletet. A csúcshatás arról szól, hogy van két elektród, egy olyan, amelyiknek kicsi a görbülete, meg egy másik, és a két elektród között találunk egy gyertyát. Ahhoz, hogy ez működjön, ehhez még kell nekünk két darab arra mindig érdemes odafigyelni, hogy kisütött állapotban érdemes hozzákötni a csúcsokhoz, és akkor
Ezeket szépen ide tesszük. Ilyen krokodil csipesszel csatlakozunk a szikrázó részekhez. Azt még érdemes elmondani, hogy ha ilyenekkel kísérleteztek, akkor amennyire lehet rövid drótot használjatok, mert a drótok, ha leérnek az asztalra, akkor mindenféle ilyen kúszó áramok formában meg lehet szabadulni arra, attól a töltéstől, ami a bemutatóhoz kellene. És akkor a következőkben meggyújtjuk a gyertyát. Így né. Na. És amint látjátok, ebben a jelenleg húzatmentes teremben a gyertya szépen ég, nyugodtan, nem nagyon zavarja semmi a lángját. Hogyha a Van de Graaff vagy a Wim Hof gépet bekapcsoljuk, akkor szerintem nagyon szépen látszik, hogy egy úgynevezett elektromos szél jön létre, és ez az elektromos szél egészen addig tart, amíg az elektromos töltések ugye két elektród között áramlanak. Ha ismét föltöltjük, akkor szerintem szépen látszik, hogy kialakul ez az elektromos szél. Ha jó nagy szelet támasztunk, akár el is aludhat a gyertya, de ha nem alszik el, az sem jelenti, hogy nem sikerült a kísérlet. Amit szeretnék elmondani, ugye, hogy itt az ember kérdezi, hogy hogyan jön létre az elektromos szél. Hát ugye az egyik lehetőség a diákok között a leggyakrabban rosszul elmondott magyarázat az, hogy ott az elektronok kilépnek a csúcsról, és akkor az elektronok sűvítenek, és akkor azok fogják magukat, és azok gerjesztenek szelet. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy az elektron már csak a mérete okán se tud ekkora szelet gerjeszteni. Ha bonyolultabb ennél sokkal a helyzet, azt kell látni, hogy itt van egy nagyon hegyes csúcs. Az a nagyon hegyes csúcs körül, majd fogjátok tanulni, a csúcshatás révén igen erős elektromos tér jön létre. Ebben az igen erős elektromos térben vagy dipólusosak a molekulák, vagy dipólussá válnak az ott levő részek, és akkor ezek a dipólusok az elektromos térben, az inhomogén elektromos térben a csúcshoz közelítenek, oda fognak érni, elektromosan töltődnek, és az azonos töltések miatt már elkezdenek röpülni. Na, mik lehetnek ezek, amik röpülnek? A legfontosabb a tanteremben található por. Ezek a legnagyobb méretek, nem látjuk, de ott van. Ha valaki egy pormentes helyen elvégezni a kísérletet, mondjuk egy Winchester készítő gyárba, azon kívül, hogy mondjuk az embert mondjuk úgy, hogy hip-hop kidobnák, tehát egy ilyen kísérletet ott nem illik elvégezni, ott ez a kísérlet ez sokkal satnyában sikerül, alig-alig alakulnak ki. Ha csak már levegő van, akkor maradnak azok a molekulák, ugye a leginkább a nitrogén és az oxigén molekulák vannak, azok viszont olyanok, hogy szeretnek fölvenni egy elektront, és akkor az az elektront fölvevő molekula már tud megint szelet gerjeszteni. Aztán, hogyha azt megcsinálnánk, hogy vákumban csinálnánk ezt az egész kísérletet, akkor leginkább nem tudnánk meggyújtani a gyertyát, de ha tételezzük, hogy mégis ott megsikerülne gyújtani a gyertyát, akkor már csak az elektronok lennének, na azok sem ekkora szelet nem távoztanak. Tehát ez mindenképpen érdemes tudni, hogy ezért az elektrostatikus szélér leginkább felelős a por. És ha már itt tartunk, akkor a por lesz az, ami a következő, hogy is mondjam, szereplőnk lesz. Én azt szeretném megmutatni, hogy az elektromos széllel, illetve az elektromos csúcshatással kapcsolatosan egy alkalmazást szeretnék megmutatni. Az alkalmazásunkhoz a Van de Graaff generátort fogjuk használni, ahelyett, hogy a Wim Hof géppel dolgoznánk. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miért is. Ez egy kicsit izmosabb berendezés, ebben nagyobb mennyiségű töltést tudunk létrehozni. A nagyobb mennyiségű töltés létrehozásához, hát ez az eszköz található. Ugye Van de Graaff, amikor megalkotta róla elnevezett generátort, akkor akkoriban ezzel lehetett a legnagyobb feszültséget létrehozni. Tehát az összes dörzselektromos gépből ez volt a leghatékonyabb. Hogy mielőtt elektromosan bekapcsolom, azért szeretnék még egy dolgot megmutatni. A Van de Graaff generátort sohasem használjuk
leföldelés nélkül, illetve Van de Graaff generátort senkinek nem javaslom, hogy kisütő pálca nélkül kezdje el működtetni. Tehát ez mindig jó, az ember egyik kezébe van, mert akkor nem kapunk áramütést. Itt van kétfajta lehetséges hajtás, az egyik egy villanymotoros, a másik pedig egy kézi hajtás. Hát ugye azt tudomásul kell venni, hogy itt nem a motor teljesítményén múlik, hogy mekkora lesz a Van de Graaff generátornak a szikrája, hanem egyértelműen azon múlik, hogy a Van de Graaff generátor kellően tiszta vagy sem. Tehát a pormentes. Elkezdem én ezt így tekergetni, és azt hiszem, tehát három ilyen van. Azt lehet tudni, hogy a Van de Graaff generátor feszültsége az a nagyon könnyen meghatározható, mindösszesen egy szabócenti kell hozzá. Meg kell mérni, hogy mekkora a szikra hossza, és centiméterenként 30 ezer volt. Hát, hogyha 10 centis szikránk van, az praktikusan 300 ezer voltot jelent. Kérdés az, hogy mennyire veszélyes ez. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy a vonatnak a felső vezetéke az 25 kV-os, 25 ezer voltos, akkor vajon mekkora az esélyem arra, hogy itt mondjuk ugye csinálunk egy szép nagy sziklát, ez biztos, hogy volt 30 ezer volt, mi lenne akkor, hogyha így fognám, és így az ujjammal érnék oda, meghalnék-e? Ugye, tehát azért azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy az elektrostatika mindennapjainkban ott van, amikor az ember egy pulóvert, egy elektrostatikusan feltöltött pulóvert lehúz magáról, ott is lehet akár ekkora szikra, és mégse olvastuk sose az újságba, hogy levette a pulóverét és belehalt. Ugye, tehát azt hiszem, ezt mindenki érti, azt azért látni kell, hogy az a munkamennyiség, amennyit a pulóver levételéhez használunk, annál több a szikrába biztosan nem lesz. Tehát itt is azt kell mondjam, hogy az elektromos áramköröknél az, hogy mennyire veszélyes az emberre, a feszültség és az áramerősség és az időnek a szorzata. Ez a három együtt. Tehát, hogyha nagyon rövid ideig tart, mint egy szikra, akkor még a nagy áramerősség és a nagy feszültség sem lehet veszélyes, viszont hogyha ennek a háromnak a szorzatát veszük, akkor abból az kiderül. No, akkor most már érdemes visszatérni, mert ugye azért szeretném elmondani, hogy két dolog miatt tesznek a Van de Graaff generátorra villanymotort. Ez egyik, hogy jobban el lehet adni, többet lehet kérni a Van de Graaff generátorért. A másik pedig az, hogy a tanárok lusták. A tanárok lusták, én magam is, de azért csak fölrakjuk már ezt a gumiszíjat. Meg egyébként sokkal elegánsabb, ha bekapcsolunk egy gombot, és akkor abban el tudjuk indítani a motort, sokkal izgalmasabb lesz. Már majdnem sikerült rátenni a helyére az égszíjat. Igen. Jó, megvan. Akkor most jön az, hogy bedugjuk. Így. Kisütő gomb nélkül sose dolgozunk. És bekapcsolom. És akkor gyönyörű generátorral szeretnék egy kísérletet bemutatni. A kísérlet... Valami történt? Hát általában meg szokta zavarni az elektromos eszközöket a szikra, majd előbb-utóbb magára tér. Igen. Tehát itt van egy lombik. A lombikhoz tartozik egy dugó, és a dugón át van dugva a nagymama kötőtője, egy kivel hegyezett tisztességgel, úgy is mondhatnánk, hogy itt van egy csúcs. A kísérlet a csúcshatásról fog szólni. És ugye szeretnénk megmutatni azt, hogy a por és a füst az hogyan gyűjthető össze. Hát ez a 30 ezer forintos kísérlet azért 30 ezer forint, mert ha a dohánykommandó megjelenne most, akkor annyit kéne fizetnem nekik. De a kedvetekért... Tehát amint látjátok, ez tele van füsttel, és ez egy jó darabig nem fog eltűnni, de... Én most bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és figyeljétek meg, közelítek hozzá, és egyszer csak
a füst teljes egészében eltűnik. Mindez köszönhető annak, hogy egy éles csúcs van, akörül igen nagy elektromos tér alakul ki, és ebben az erős elektromos térben a füstnek a részecskéi, azok a koromszemcsék elektromosan pólussá válnak, oda mennek a csúcsra, és a tűre fognak ráragadni, illetve a másik része pedig itt belül, ha megnézitek, itt közelről egészen szép sárgás a fala. Ha beleszagolsz, akkor olyan büdös, mint a korság, tehát nem is erőltetjük. Tehát ettől meg megszabadulunk, mert hát, ha mégiscsak jön a dohánykommandó. Tehát el is rakok minden terhelő adatot. Tehát odáig jutottunk el, hogy a csúcshatással láttunk egy kísérletet. Azt láttuk, hogy az elektromos térben egészen pici, a szem által nem nagyon látható részecskéket láttunk mozogni. És hát az a kérdés, hogy vajon mekkora részecskéket tudunk megmozgatni még az elektromos tér segítségével. Nézzétek meg a következő kísérletet. Itt van nekem néhány ilyen alumínium pohárka, ez állítólag ami süteményhez való. És akkor ezekből tegyünk egy párat ide föl, a Van de Graaff generátornak a tetejére. Így. Így. És kapcsoljuk be a Van de Graaff generátort. A Van de Graaff generátort, ha bekapcsoljuk, amit látjátok, pillanatokon belül el lehet ezeket a dobozkákat mozgatni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kis dobozka elektromosan ugyancsak feltöltődött, látjátok, hogy fémből van, és a két azonos töltés taszítja egymást, és ennek eredményeként még egy ilyen nehéz pohárkát is meg lehet emelni. Van még egy kísérletem a Van de Graaff generátorral, amit a, hát egy most már több mint 10 éve nyugdíjba ment egy takarítónéni. Egyik alkalom azt mondta, hogy Károly, magának igen sok hülye kísérlete van, de ezt utálom legjobban. Mindjárt meg fogjátok látni. Ez azóta én csak úgy hívom, hogy a takarítónéni kedvenc kísérlete. Ide a most... A táblát följebb? Lehet. Oké. Akkor azt mondja, hogy 1, 2. Így jó? Oké. Még azt is lehet, hogy egy kicsi villamos fény még tudunk ide tenni az ügy érdekében. És akkor ide teszünk egy kis konfettit. És kapcsoljuk be a Van de Graaff generátort, az fog történni, hogy a Van de Graaff generátor elektromosan töltötté válik, töltötté válnak a konfetti részecskék is, és amint látjátok, az elektrostatikus konfetti szórás kísérletét láthattátok. Természetesen néhányszor, ha kisütjük, az sokat segít. Opa. Na most, annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az elektros, tehát ez a kísérlet az egyik részről lehet bosszantani vele a takarítónénit, de van erre egy másik megoldás is. Képzeljétek el, hogy ezt a jelenséget felhasználják az iparban, leginkább a festékszórásban. Az festékszórás az úgy néz ki, hogy van egy pisztoly, ami sűrített levegő, fölkapja a szemcséket és elporlasztja, és ezáltal tudunk festeni ecset nélkül. Abban az esetben, hogyha fémet festenek, akkor meg lehet tenni, hogy a befestendő tárgyat leföldelik, elektromosan föltöltik ezeket a csöppöket, hasonlóképpen, amit föltöltöttük ezeket a konfetti darabokat, és akkor gyakorlatilag minden egyes helyre eljutnak a csöppök, még azon a részre is elkerült, amit az ember nem is lát. Nézzétek meg, hogy a hátamon is van jó néhány konfetti, pedig eddig még nem álltam a Van de Graaff generátornak bekapcsolt állapotban háttal, tehát az elektrostatikus festékszórásban is lehet ezt a kísérletet, vagy ezt a jelenséget használni. Ugye a Van de Graaff generátort mindig kisütve tesszük odébb, különben megrázó élményben lesz részünk. A következőkben pedig rá kellett pillantanom az órára, és hát igazából rettenetes módon elszaladt ez az óra, de azért még van egy-két cselem, ahogy mondaná Nagy Hóhó Horgász.
Úgyhogy egy másik témakörbe fogunk átmenni, hideg és meleg kísérletekkel fogunk kísérletezni. Elsőként egy olyan kísérletet szeretnék nektek megmutatni, amely a felhő fizikával egy kicsit rokon. Tehát van nekem egy palackom, ennek a palacnak a szájába beletettem egy kúpos dugót, és a kúpos dugóba ide betettem egy labdafújó szelepet, és még ami kell hozzá egy pumpa. A pumpát kössük hozzá a labdafújó szelephez, így, és pumpáljuk föl, mivel jobbkezes vagyok, ezért szépen helyet cserélünk. Én elkezdem a pumpával egyre több és több levegőt nyomni a palackba. Egyre nehezebb és nehezebb lenne a palackot benyomni, ugyanúgy, mint ahogy egy labdát, amikor fölfúj, és egyre keményebb és keményebb lesz. Én most körülbelül a légköri nyomásnak a háromszorosáig fölfújom. Hoppá! Már majdnem jó lett. Jó. Így. Kell belefújni levegőt, igen, rendesen. És most hirtelen kihúzom, és amint látjátok, keletkezik egy felhő. Amikor elkezdem ismét fölpumpálni, egy mozdulattal eltűnik az összes felhő ott az edénybe. Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mi is történik, nagyon egyszerű a dolog. A levegőben nem csak azok vannak, amit tudunk, hogy oxigén, nitrogén, oxigén, argon, széndioxid, stb. Stb. Van vízpára is. Ez a vízpára oldott állapotban van, vagyis a csöppök olyan picikék, hogy a fény terjedésének útját nem zavarják. Ennek eredményeként nem is látjuk őket. Abban az esetben, hogyha elkezdjük ezt a palackot fölpumpálni, és egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás, nem csak a nyomás növekszik meg, hanem a hőmérséklet is, és ezért oldatban marad ez a mennyiségű víz. Na most, amikor én ezt szép lassan fölpumpálom, akkor meg is melegszik a palack, és ha hirtelen kiengedem, a tágulógáz lehűl, abban a pillanatban kicsapódik a víz, és keletkezik egy felhő. Ettől a felhőtől pedig úgy tudunk megszabadulni, hogy oldatba visszük, egy kicsit növeljük a nyomást és a hőmérsékletet. Ilyen egyszerű a kísérlet. Ha valaki el akarja végezni, és tényleg azt szeretné, hogy jól sikerüljön, akkor túl azon, hogy a pumpáláshoz meglepően sok erő kell, érdemes egy kis alkoholt cseppenteni, denaturálsz vagy efélét, mert az alkohol párolgása miatt könnyebben keletkezik felhő. A következő kísérleti eszköz, amivel kísérletezni fogunk, egy hideg anyag, száraz jégnek hívják, itt látható. Még mielőtt a száraz jéggel jövök, egy mondat erejéig térjünk már vissza ehhez a kísérlethez, nézzétek meg, hogy itt, ennek a tetején még van jégkocka, ezt meg is tudom mutatni, annélkül, hogy be kéne nyúlnom az ujjammal. Tehát itt van még három darab ekkora jégkocka, a másikban pedig semennyi nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyivel lassabban olvad a jég, abban az esetben, hogyha a víz, ami alatta van, a sűrűbb, mint az édes víz. Na jó, tehát akkor a taneszköz, amivel, vagy az eszköz, amivel a kísérleteinkben kísérletezni fogunk, az nem más, mint a száraz jég. A széndioxid megfagyott állapotában ez az anyag -78,5 fok hideg, és azt mondják, hogy kézbe fogni tilos. Ez persze csak a fizika tanárokra nem vonatkozik. Amit érdemes tudni róla, hogy ez az anyag szublimál. A szublimációnak az egyik legegyszerűbb és mondhatnám a legidegesítőbb bemutatása az, hogy keresünk egy jó fejlett széndioxid darabot, betesszük ide ebbe a kanálba. Azt hiszem, hogy jól lehet hallani, ilyen idegtépő zaj van. Az történik, hogy a meleg kanál megolvaszt egy kis széndioxidot, abból gáz keletkezik, megemeli a széndioxidot, oldalra megy és lekoppan. És ezt a hangot lehet hallani.
Tehát ezzel mondom, bárkit meg lehet bolondítani. Most mi csináljuk azt, hogy veszünk két lombikot, és mind a két lombikba teszünk egy kis széndioxidot. Így. Az egyikbe is teszünk, meg a másikba is. Így. Szóval az az igazság, hogy tény és való, hogy nem szerencsés szorongatni a száraz jeget, de az ember megfelelő módon nyúl hozzá, akár túl is lehet élni. És akkor ugye én azt mondtam, hogy a száraz jég a szublimál. Emlékeztetően mondom, hogy a szublimáció egy olyan halmazállapot változás, amikor a szilárd anyagból közvetlenül egy gáz keletkezik, a széndioxid ezt pontosan tudja, sőt azt is meg fogjuk tudni mutatni, hogy ez a két gáz, ez a két edényből széndioxid gáz keletkezik, miközben folyadék nincs. Tegye fel a kezét, aki elhiszi, hogy ebbe van szublimáció ebbe a két edénybe. Egy kéz is sok lett volna, mert a fizika az nem arról szól, hogy higgyétek el, meg ki hiszi el, hanem bizonyosságot szeretnénk. És akkor ugye, amikor azt mondom, hogy keletkezik egy szintelen, szaptalan gáz, az azt jelenti, hogy az embernek az érzékszervei alkalmatlanak, hogy érzékeljék, ezért nem tudjuk detektálni, építünk detektorokat. Úgynevezett gázfejlődési jelző detektort fogunk építeni. Ez a gázfejlődési jelző detektort, ha hozzá kapcsoljuk a két lombikhoz, akkor szerintem mindenki számára világos, hogy én biztosan nem férek hozzá, hogy felfújjam a két lombikot, vagy a két lufbalon, tehát ezek mindenképpen a szublimációnak a bizonyítékai. Azt is meg szeretném mutatni, hogy különleges körülmények között a széndioxid megolvasztható. Itt van egy edény, vastag falu, tehát olyan, hogy ide beteszünk egy-két széndioxid darabkát, így. Igen, van egy olyan, amiknek belül kisebb a luk. Azt szeretném megmutatni nektek, hogy ezt a széndioxidot ide beletesszük, így. Még egy kis darabkát ide beleteszünk. Lezárom ezt az edényt. A környezettel továbbra is termikus kapcsolatban marad. Ez azt jelenti, hogy a környezetétől tud felvenni hőt. Aha, bocsánat, most a táblát lehúzzuk. 1, 2, 3. Úgy. Ebből is húzunk le egy keveset. És akkor amit látni fogtok, hogy ott van az edény, ott van az edény, ebben az edényben benne van a széndioxid, és ez a széndioxid, hát egy darabig még nem nedvesíti az edényt. De el fog jönni egy pillanat, amikor a széndioxid ebben az edényben megolvad, fogjuk látni, és meg fogja nedvesíteni ezt az edényt. Csak azért, hogy szebben álljon, megpróbálom beállítani szépre, jóra. És azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy ott fölül lecsöpög a folyadék, és gyakorlatilag a széndioxid anyagának egy olyan viselkedését látjátok, amely három halmazállapotot mutat, szilárd, cseppfolyós és légnemű. Ha valaki be tudna menni oda, és meg tudná mérni a szilárd, a cseppfolyós és a légnemű anyagoknak a hőmérsékletét, akkor azt tapasztalná, hogy mind a három anyagnak ugyanakkor a hőmérséklete. Ez azt jelenti fizikus nyelven, hogy a hármas pontban van. És tessék megnézni, ott fölül az a széndioxid darabka, amelyikről csöpög lefelé a folyadék, arra azt mondja a magyar nyelv, hogy olvadásban van, tehát fagyos. Ami alul van, az forrásban van, tehát az forró. És a hőmérsékletük pontosan ugyanakkora. Tehát a fizikában a forró és a fagyos lehet ugyanaz a hőmérsékleten. Erre látunk most egy nagyon szép példát. Azt hiszem, ezt mindenki szépen látja. A következőkben azt is szeretném megmutatni nektek, hogy itt van ez a léggömb.
ez a léggömb már széndioksziddal fújódott föl. Ha elbillentem, mindenki megnézheti, hogy nincs folyadék. Tehát folyadék nem keletkezett, gáz keletkezik, ott keletkezik folyadék és gáz is. A továbbiakban, amit szeretnék megmutatni, hogy ennek az edénynek a tetején van egy szelep, evel a szeleppel ki lehet engedni gázt. És nézzük meg, hogy ez a gáz, ez hogyan fog viselkedni, amikor kiengedjük. Nézzétek meg, nyomom, folyamatosan engedik el a gázt, hevesen forr, és olyan rettentő hevesen forr, hogy közben meg is fog fagyni a széndioxid. Tehát szilárd halmazállapotúvá vált ismét. Hát én most ebben mélyen nem mennék bele, minden iskolában el fogják mondani pont addig a szintig. Most, ha valaki megnézi a széndioxidot, akkor azt látná, mintha több lenne, mint kezdetben volt, de ez nem igaz. A széndioxid buborékok belefagytak az edénybe, ezért, vagy a széndioxidba, tehát ilyen széndioxid hó keletkezett, ezért lett nagy a térfogata. Hát ha kinyitom ezt az edényt és ide kirakom, akkor mindenki láthatja, hogy itt van a széndioxid, és ez ilyen porózus, mint a hó, olyan ilyen morzsolható valamivé válik. A következőkben szeretném megmutatni azt, ami a fizika tanároknak az egyik happye, hogy fordítsuk meg a folyamatokat. Ezt mindig mondják, hogy szeretnénk látni reverzibilis, megfordítható folyamatot. Hát nézzünk mi is egy ilyet. Itt van egy edény, ebbe az edénybe a széndioxidnál lényegesen hidegebb anyagot fogok betenni, ez a cseppfolyós nitrogén, és megnézzük, hogyha a cseppfolyós nitrogénnel lehűtjük ezt a lombikot, mi fog történni. Azt hiszem, mindenki megnézheti azt, hogy ahogy hűl le az edény, egyre kisebb és kisebb lesz a léggömb. Addig, még a léggömb húzódik össze, szeretnék mutatni egy edényt, amiben megcsodálhatjuk magát a cseppfolyós nitrogént. Ez az úgynevezett gyuár edény. Ebben itt látjátok a cseppfolyós nitrogént. Ez egy szintelen, szaktalan folyadék, mínusz 196 Celsius fok hideg, és amint látjátok, ha ezzel hűtjük le a széndioxidot, akkor húzódik össze, egyre kisebb és kisebb lesz a detektorunk, majd odáig eljutunk, hogy az összes széndioxid gáz eltűnik, és úgy tudjuk kibélelni a lombikunkat, hogy teljesen hézagmentesen. Tehát ha valaki megnézi, akkor mindenütt nekifeszült a léggömb a lombiknak belülről. No, akkor szerintem nézzünk utána egy jelenségnek. A jelenség pedig arról szól, hogy a cseppfolyós nitrogén, amely mínusz 196 Celsius fok hideg, ez a környezettel termikus kapcsolatban van, ahogy a fizika tanárotok majd mondja, és ez azt jelenti, hogy környezetből hőt vesz fel. Ugye a hő az az energiának egyfajtája, ebből az is következik, hogy nézzük meg, hogy ezzel az energiával tudunk-e valamit kezdeni. Itt van egy palack, beleöntünk egy kis cseppfolyós nitrogént, így, és látjátok, hogy a cseppfolyós nitrogén hevesen forr, rengeteg gáz keletkezik, és ez itt szabadon ki tud jönni. Ha nem engedjük ki szabadon, akkor bent növekszik a nyomás. Ahogy növekszik a nyomás, egy idő után már a dugónak a surlódó ereje az nem fog megmaradni, és ennek eredményeként a dugó energiához fog jutni. Járjuk végig a kísérletet teljes egészében. A környezet megmelegíti a cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogénből gáz keletkezik, és ennek a gáznak van egy térfogati energiája, egy nyomási energiája. Ez azt jelenti, ha valaki fölteszi a kérdést, hogy mekkorát fog robbanni egy palack, mekkora a palackban levő energia, akkor azt lehet mondani, hogy két dolog fogja ezt meghatározni. Az egyik az, hogy mekkora a palacnak a térfogata, a másik pedig, hogy mekkora a palacban a nyomás. Egy kicsit legyetek picit, még egy pár percet nyugton. Azt szeretném csak elmondani, hogy egyetlen egy képletet engedjetek meg. Ugye azt mondtam, hogy a palacban levő nyomás
és a palac térfogatának szorzata lesz arányos a romboló képességgel. A térfogatot köbméterbe mérjük, a nyomást newton per négyzetméterbe, ha úgy tetszik, paszkálba. Ha ezt a kettőt összeszorozzátok, zsúl jön ki, ami pedig a munkának a mértékegysége. Tegyünk bele ebbe még egy kis cseppfolyós nitrogént. Ugye azt láttátok, hogy a többszöri megismétlés után is a dugót ki tudtuk röpíteni. Nézzétek meg, mi van, ha megfordítjuk ezt a kettőt. Tehát ide kerül a palac. Amint látjátok, hát ott van több ilyen nyom is, tehát ez nem az első. Amit szeretnék megmutatni nektek, az a következő, hogy a környezet hőjéből dolgozik ez a rakéta. Azt is meg lehet mutatni, hogy nem csak ilyen rakétát lehet építeni, nem csak ilyen rakétát lehet építeni, hanem mindjárt építünk egy másik fajtát is. Majdnem elfelejtettem, hogy ebbe kell a végére egy kis forró víz. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy itt van ez a palack, ezt a palackot rendesen megtöltöm cseppfolyós nitrogénnel, nem csak úgy immel-ámmal teszünk bele, hanem teszünk bele rendesen, és utána fogjuk lezárni. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy itt a palack, megtöltjük cseppfolyós nitrogénnel, és hogy egészen biztosak legyünk a dolgunkba, teszünk bele még, és megköltjük teljes egészében színülték, és utána fogjuk lezárni. Amire kíváncsiak vagyunk, hogy ebben az esetben milyen jelenség jön létre. Az első dolog, amit szeretnék megmutatni, most még nem nagyon párás az edény, és azt látjátok, hogy a cseppfolyós nitrogén hevesen forr benne. Lezárom a kezemmel, és abban a pillanatban a cseppfolyós nitrogénnek a forrása abba marad. Elengedem, és abban a pillanatban elkezd forrni a cseppfolyós nitrogén. Tehát a nyomás hatására a cseppfolyós nitrogén forrása megállítható. Na most. Most azt fogjuk tenni, hogy veszek egy csövet, ide szépen beteszem, és amint látjátok, egy cseppfolyós nitrogénből készített szökőkutat tudunk csinálni. Azt, hogy ezt az egészet a környezet hője működteti, azt az közelülők jól érezték. Azt hiszem mindenkinek ez megnyugvást adhatott. Igazában még egy kísérletet szeretném, hogyha elfogadnátok tőlem. Mindjárt össze is keresem, hogy mi kell hozzá. Volt egy olyan kísérlet, egy vegyész kollégámtól láttam, és azt az nagyon megirigyeltem, mert olyan jópofa kísérlet volt, hogy azt gondoltam, hogy hát ezt már nehogy én is ne tudjam megcsinálni. Az a nehezítés, hogy ez a fizika módszereivel szeretném megcsinálni, vagyis ez azt jelenti, hogy nem tudom, tegye fel a kezét, aki ismeri azt a kísérletet, aminek az a címe, hogy az elefánt fogkréme. Talán ismeritek, ugye két anyagot össze kell önteni. Ezt a két anyagot, ha összeöntjük, akkor keletkezik egy kémiai reakció során rengeteg gáz, és ez a rengeteg gáz, ez egy habbá fújódik föl, azért, mert hozzáteszünk egy kis habot, habképző anyagot. Tehát, én most azt szeretném megmutatni nektek, hogy öntünk bele egy kis habot, habképző anyagot, elkeverjük, öntünk hozzá egy kis forró vizet, és akkor minden bizonnyal az elefánt fogkrémje itt is megcsinálható. Amint látjátok, íme itt van az elefánt fogkrémje. És hát azt ígértem, hogy az utolsó kísérlet, de ez még nem az utolsó, csak az utolsó előtti. Mert valami durranás kéne a végére.
És hát az a legnagyobb bánatom, hogy nem találom a kesztyűmet. Ez a kísérlet, ez mondjuk úgy, hogy eléggé kemény. Az a helyzet, hogy látom ám, hogy itt van egy pár kesztyű, csak ennek egy baja van. Ennek a kesztyűnek, ha fölveszem a kezemre, akkor nem tudom ezt az eszközt elpukkantani, mert nem fér be a kezem alá. De megpróbáljuk, hát ha mégiscsak befér. Nem az én méretem ez a kesztyű, de azért megnézzük, hogy hát ha sikerül. Annyit kéne tenni, hogy van ott, hogy ez nem fog menni, sajnos, hogy sehogyan sem megy. Ha csak nem, a másik kesztyűt is fölveszem, és akkor ez lesz az utolsó kísérlet. Az elkövetkezendő tanévre kívánok nektek sok jó fizika órát is, meg azt is, hogy türelemmel viseljétek a tanárokat. Az sem egy egyszerű dolog. Köszönöm a figyelmet! Még annyit szeretnék elmondani, ha megengeditek, két dolog. Az egyik, szeretném elmondani, hogy ha tetszettek ezek a kísérletek, akkor egyik részről a Galileo webcaston, az archívumban megfogjátok rövidesen találni, valamint az intézetünknek van egy fizikaoktatási portálja, az a címe, hogy fizipedia.bml.hu, ott 170 fizika kísérlet megvan. Köszönöm a figyelmet!